Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kezdődik az E-bajnokok Ligája csoportkörrel csatornánkon Zsinórban. Már a negyedik ilyen szezon ez az E-bajnokok Ligájában, ahol a 2022-es győztes Liverpool lép pályára a nyitó fordulóban az Atletico Madrid elleni csoportrangadón. Így indult át a csoportkör egy Liverpool-Atletico rangadóval. Pályán a csapatok is, és pillanatokon belül pedig következhet majd az E-bajnokok Ligája himnusz, amit meghallgatunk, és utána a rangadója, az első fordulónak az egyik rangadója. Nem véletlenül az egyik rangadója, hiszen emellett ebben a fordulóban Manchester City Barcelona, illetve Paris Saint-Germain Manchester United mérkőzéseket is rendeznek. Imélyten a Liverpool kezdője, Gakpo, Núñez és Salah kezdenek majd elől, Thiago Keita, Fabinho a középpályán, a védelemben Robertson, Van Dijk, illetve Gomez és Alexander Arnold szerepelnek majd. A kapuban pedig Alisson, ez tehát a Liverpool kezdő 11-je a mai mérkőzésre. Az E-bajnokok Ligájában először találkozik nálunk a Liverpool, illetve az Atletico Madrid, de hát azért emlékezhetünk arra az eléggé emlékezetes 2020-as Bajnokok Ligája 8-ad döntőre, ahol ugye ez a két csapat a valóságban ugye egymással találkozott. Igaz, akkor még nálunk ugye nem volt gameplay sorozat sem, nem, hogy E-bajnokok Ligája. Imént van az Atletico Madrid kezdő 11 erre a mérkőzésre, Jan Oblakkal a kapuban, a védelemben majd Reinildo, Mandava, Jimenez, Savic, illetve Llorente szerepelnek, Vitzelkuka a középpályán, a kétszer Lodi, illetve Correa, elő pedig João Félix, valamint Morata. Elkezdődött a mérkőzés, pirosban a Liverpool, kékben pedig a vendég Atletico együttese, és hát nem csak ez az egyik, nem csak ez az egy angol-spanyol rangadó van, ugye, itt a mostani játéknapon, a mai napon, hiszen emellett egy Manchester City-Barcelona meccs is van, amit szintén megmutatunk itt csatornánkon, úgyhogy jól indul az E-bajnokok Ligája. Holnap pedig PSG United és a csoport másik meccsén Sevilla Ferencváros, mind a két meccset ugye közvetítjük. Thiago rögtön lőhet akár, és Oblak ér le, az amúgy is mellé ment volna, a hatodik percben az első kísérlet a meccsen, de valószínűleg ennél látunk majd veszélyesebbet is a mai meccsen, például most akár, így viszont Núñez labdája nem volt jó a beinduló Fabinho-nak. Correa meg úgy van, hogy előre lövi a labdát, de hát ez nem jó senkinek, Alisson viszont így már nem foghatja meg, és kirúgja egy bedobásra a brazil. Dobhat az Atletico, a 9. percben João Félix le tudja tenni Lodinak. Alexander Arnold mellett tolta meg, jön a beadás, és ott a fejes! Edison fogja meg. Ezt talán lehet, hogy Robertson fejéről került haza. Így nem volt azért, ez sem annyira veszélyes. Darwin Núñez. Núñez elveszítette, korra átlépés, és ez így végül Robertsoné. Robertson. Hátra Van Dijknak. Robertson újra. Robertson visszakerülne hozzá, Llorente az, aki aztán megszerzi. Morata. Morata még, Joe Gomez szereli, de marad még a labda az Atleticónál, João Félix. Oldalra Llorentének. Correa, viszont eseménytelenül csordog el az első negyed óra. Correa, lövő helyzetben. Na és ez most már azért veszélyes volt. Correa lőtte el a labdát, de jó messzire, az viszont egy nagy Alisson hiba és gól! Megszerzi a vezetés João Félix góljával az Atletico Madrid. Mekkora hiba Alissontól? Egy nagyon rossz kirúgás, és így sikerült helyzetbe hozni az Atletico csatárát, vezetnek a madridiak, hát nem indul egyelőre jól az Anfield Roadon az idei EBL szezon. Núñez. Salah kapja a labdát. Soltolja meg aztán Salah. Ez bizony helyzet lehet, Salah a 16-oson belül már Salah lövi el, és ott is az egyenlítés azonnal! Mohamed Salah góljával kiegyenlít a Liverpool a 21. percben, erre sem kell sokat várni. Hát beindultak a csapatok egy langyos kezdés után. Két perc alatt két gól a mérkőzésen, 1-1. Salah nagy villanása, vagy első villanása ezen a meccsen. Rögtön gólt ért. Jó húz el, és aztán ez egy remekül helyezett lövés a felső lét segítségével megy be. Salah gólja. 1-1. João Félix. Morata sokáig nem tudta tartani előnyét. Az Atletico Madrid. João Félix visszaszerezni a labdát a Liverpool. Azonban nem jött össze.
Tavaly ugye az elődöntőben ért véget Liverpool számára az EBL a Paris Saint-Germain ellen. Előtte megnyerték a sorozatot a Liverpooliak, azelőtt pedig a nagy eddöntőben szintén a PSG ellen estek ki. Salah mehet most viszont, Reinildo Mandava üldözi őt, Salah 16-osan belül beteszi középre, Darwin Núñez forgolódik, és lövi el Benton ez is! Darwin Núñez góljával átveszi a vezetést a Liverpool. 27. perc, 9 perc alatt 3 gól és egy fordulat a mérkőzésen. 2-1 a pool javára. Salah pedig kioszt egy gólpaszt a gólja után. Núñez befordul, és jó a lövése, de még milyen jó. 2-1 a Liverpoolnak az Atletico Madrid ellenében. João Félix. Lodi, hát a kapott gól rendesen felébresztette a Liverpool együttesét. Lodi mehet most. Jön a beadás is, João Félix, ott a fejes Gomez-től Fabinho. Van Dijk, haza Alisson. Nem megint hátul összehoztak egy nagy helyzetet az Atletico-nak az angolok, Robertson. Hát egyedül az a Correa lövés, ami lecsúszott meg João Félix gólja, ami helyzet volt az Atleticónál, igaz a Liverpoolnál a gólokon kívül sem volt sokkal több. Robertson megy el a szélem. Robertson még. Vissza tudja tenni Thiago. Thiago lövése lejön a blokkról, Robertson még. Elesik aztán, és végül Correa tovább. Koke. Morata. Felemeli, viccelnek, nem jó. Núñez. Núñez, jó a váltás. Salah. Őt szerelik. Koke. Correa. Ugye a Bayern München ellen esett ki a tavalyi EBL-ből. Az Atletico együttese a 8-ad döntőben, hamar véget ért számukra viszonylag a BL. Keita, jól megy el a szélen, Keita 16-oson belül, Keita adja be, és öngól! 3-1 a Liverpoolnak, Naby Keita harcolta ki ezt a helyzetet, és hát nagyon, de nagyon ünnepel, attól függetlenül, hogy ez a gól a jegyzőkönyvben nem az ő nevével fog bekerülni, de 3-1 a Liverpoolnak már az első fél időben. Talán Savic volt az, akiről ez bement. Na nézzük meg, itt megy el Keita. Beteszi középre, és valóban Savic sodorja be a labdát. Nagyon nagy hiba a montenegrói védőtől. Itt Oblaknak megvan a labda, és kiesik a kezéből. Savicról meg bemegy. Egészen elképesztő gól. Keita elsősorban nyilván az érdem. Stefan Savic öngóljával Liverpool Atletico Madrid 3-1 az első fél időben. Beindult a mérkőzés Correa Moratához. Jó labdán kell Correának, és Correa előtt is akkora üres terület legalább, mint az előbb Keita előtt. Correa jól csinálja meg, Van Dijk aztán jó védekezés volt a hollandtól. Alisson, szabadrugást harcol ki. Merész volt, hogy ennyire kijött a kapujából, de még egy sárgát is kap a portugál João Félix, az Atletico Madrid gólszerzője. Ugye Salah, Núñez, és egy Savic öngól a Liverpoolnál. Alexander Arnold. Nem indult jól a meccs a Liverpool szempontjából, de annál jobban folytatódott. Salah szerelik őt, és aztán itt lesz a vége az első fél időnek. Liverpool Atletico Madrid 3-1. Akkor nézzük a második fél időt. 3-1-es Liverpool vezetésről folytatódik tehát a játék innen az Anfield Roadról. Érkezett Lino a gólszerző Félix helyett, illetve beállt Carrasco is az Atletico együtteséből, Lodit váltotta, és volt még egy csere, Rodrigo de Paul folytatja majd viccel helyén. Úgyhogy hármat is cserélt az Atletico, meglátjuk, hogy a spanyol együttes játékát ez mennyire fogja kicsit feldobni, mert túl sok helyzete nem volt az Atleticónak a meccsen, ez a lecsúszott Correa lövés, utána meg a kirúgásból Edison hibája és a gól. Darwin Núñez nézzük közben, mert ez megint helyzet. Núñez! Most Oblak véd, az első védés a mérkőzésen mindent egybevetve. A Liverpoolnak gyakorlatilag két komolyabb helyzetből sikerült 3 gólt szereznie. Jön egy fejes közben, na ez viszont nem volt most komoly helyzet. Gakpo tudott fejelni. És nagyon el volt tűnve az első fél időben. De tényleg a helyzetek többsége az gól lett ezen a találkozón. Koke. Robertson utoléri a labdát. Nem sikerült aztán ez Correának megtenni, előre vágja a labdát. Alisson, Fabinho elől lefejelik, Lino jól fordult le, Lino oldalra, Carrasco. Nézzük, mire lesznek képesek a cserék, Carrasco adja be, hosszú, Robertson. Fabinho íveli fel, Thiago. Vissza Fabinho-nak, Darwin Núñez. Salah. Keita, Salah, gyönyörű játék volt, Mandavát jól becsapták, Salah, viszont a mozambiki védő így is tud szerelni. Hát akár egy Mozambik-Egyiptom Afrika kupa mérkőzésen is összecsaphatnak, akár majd ugye Salával, mind a két játék is ugye afrikai nemzetet erősít a válogatottban, Reinildo és Salah is. Most egy Liverpool Atletico rangadón találkoznak. De Paul tovább, jól Moratának a zicser, Morata zicserben, és nem tudja berúgni Morata. Inkább leadta önzetlenül, ez viszont egy óriási mentés volt.
Pályán egyébként Firmino, Darwin Núñezt váltotta. Szalá mehet most. És az óriási lehetőség. Jiménez lemaradva. Szalá nagy helyzetben. Szalá négy! Szalá dupla a mérkőzésen. Mindenkit lefutott gyakorlatilag, nem volt a nyomában ember, és belövi a negyediket Mohamed Salah. A meccs valószínűleg ezzel eldőlt, és a Liverpool már arra hajt, hogy egyelőre a csoportrangadó kiütéses győzelemmel kezdjen az idei BL szezonban. 4-1 a Liverpool javára. Itt megy el jól Salah, ellövi aztán a hosszúba, és Oblak ezzel tehetetlen. 4-1-re vezet már a Liverpool együttese az Atletico együttesével szemben. Morata hátra. Ginolt szereli, Fabinho, Keita mehet. Roberto Firmino, Keita, Fabinho. Honfitársához passzol, kapja vissza aztán. Fabinho, Firminót ugratja ki, les. Alig ha nem, de nem, nem volt az. Viszont a támadásból majdnem meglett a labda az angoloknak. Morata. Hátra inkább, oké. Szabadrugást kap az Atletico. Van Dijk meg pirosat. Hoppá. És így Van Dijk a következő fordulóban nem játszik majd. Középpályán teljesen felesleges szabálytalanság és kiállítás. Le is jön így Gakpo, és jön a helyére Konaté a védelembe. Van Dijkot kiállítják, emberelőnyben az Atletico, de 3 gólos hátrányban, és 20 perc maradt. Morata futott lesre. Konaté a szabadrúgással, Thiago, Fabinho, Firmino. Marad még nála a labda, Firmino, Szala felé, Mendava, Carrasco. Carrasco, jónak tűnik most, nagy labda, De Paul zicserben, De Paul, Alisson lábbal nagyot véd. Morata még mindig ott a labda, Morata túl körülményes volt, Thiago, nagyon lassan fordult meg. Gomez, Savic, Morata, lefejeli a labdát, Lino. Lino még, Keita. Lino ugye kölcsön az előző szezont a Valenciánál töltötte. A brazil játékos ugye 2022 nyarán igazolta az Atletico. Koke. Hátra Savicnak. 10 perc van hátra. Liverpool, Atletico Madrid 4-1. Hiába vezetett az Atletico, hát elég nagy pofonnal kezdik így is az Bajnokok Ligája csoportkörét. Ugye mint az utolsó körben meccsel ismét egymás ellen ez a két csapat. Carrasco nagy labdát kap. Carrasco! Óriási védés Edisontól. Carrasco ezt berúgja! 4-2, a belga szépít. És némileg Yannick Carrasco csereként bál, vagy kozmetikáz az eredménye. A második fél idő helyzetei alapján ezért rászolgált egy kicsit talán erre a gólra az Atletico. Itt kap Carrasco nagy labdát, Edison bravúrral kivédi elsőre. Aztán Carrasco is megtalálja a szörést, ahol befér a labda. 84. perc, ember előnyben egy gólt azért még tud lőni az Atletico. 4-2. Fabinho. Salah. Mandava mellett is tovább tud menni még. Szala. Jól megy el, nem lesz-e 5? Szala még. Még mindig nála van, és estében beadja. Majdnem megint egy öngól. Jorente. De Oblak kezébe sodorta, úgyhogy ő jobban oldotta meg, mint Savic. Konaté. És talán döntő faktor volt Savic öngólja. Ha az ott nincs, akkor ha 2-1-jel jönnek ki a csapatok a szünetre, akkor abból még más is lehetett volna. Így viszont egy viszonylag simább liverpooli győzelem lesz belőle. Lejön Keita, és Carvalho a folytatásban. Keita ugyan nem szerzett ma gólt, de hát abban a sok mindent eldöntő találatban azért nagy szerepet vállalt. De kellett hozzá természetesen Savic segítsége is. Koke, remek labda, Correa, na lesz a 4-3 itt a végén. Correa zicserben, be középre. Gomez mentett, na még aztán Carrasco is rálövi, ezt meg Alisson védi ki. Carrasco beállítása jót tett az Atletico támadó játékának, nem csak a gólja miatt mondom ezt, de ez legalább már a harmadik, negyedik nagy helyzete volt Carrascónak. Na még egy szöglet itt a végén. Moratát keresik, nem tudták megtalálni. Kokász talán még be tudja adni, nem, de van még idő még egy szögletre. Koke tehát, megint Morata feléde, ez Edisoné. Liverpool, Atletico Madrid 4-2, így indult az EB bajnokok ligája.